A gazdaságfejlesztési támogatásoknak köszönhetően sok gazdálkodó lecserélte elavult munkagépét, és most leginkább a traktorvásárlás iránt érdeklődik, hiszen az előregedett géppark az eredményesség kárára van. Talán még kellene egy erőgép, egy traktor, közepes nagyságú is, akkor az nagyon szükséges, mert a gépállományában öregedve. A tartományi mezőgazdasági titkárság idei költségvetésében 1 milliárd dinár értékű támogatást hagyott jóvá. Februárban esedékes a pályázat kiírása öntözőrendszerek, jégvédelmi hálók, fóliasátrak és farmi felszerelés beszerzésére. Ugyanúgy, mint a 17-es évben a gazdák előszámlával is tudnak pályázni, és a pályázataink nagy részénél a fiatalok és a 40 évnél fiatalabbak és a hölgyek nagyobb arányú költségvisszatérítést tudnak megvalósítani a pályázás során. Decembertől az ipart program is elérhető a gazdaságoknak. Az Európai Unió előcsatlakozási alapjából különféle pályázatok formájában 5 év alatt 175 millió euró utófinanszírozású támogatás hívható le. Jelenleg felszerelésekre, munkagépekre és traktorokra lehet pályázni. Én bízom abban, hogy márciusban lesz egy újabb kör, ami a berendezésekre, ami a földolgozó kapacitásokat illeti, és felszerelésekre és szintén pályázhatnak. Továbbá minden jel arra utal, hogy az év közepe táján újból meg tudjuk jelentetni a traktorokra és az utána kapcsolt eszközökre, valamint a mechanizációra és a berendezésekre. Az előadáson ismertették a mezőgazdasági minisztérium idei pályázatait is, amelyek szintén fejlesztési lehetőségeket kínálnak a családi gazdaságoknak és az agrárvállalkozóknak.